Sziasztok, harmadikosok! Az én nevem Túri Szilvia, és az Újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában vagyok tanítónéni. Emlékezhettek, hogy múlt órán a háromjegyű számok kivonásával foglalkoztunk, háromjegyű számból vontunk ki háromjegyű számot, méghozzá szóbeli módon, azaz fejben. Ma pedig azt fogjuk megtanulni, hogy ugyanezt hogyan kell elvégeznünk írásbeli módon. Nézzünk rögtön egy példát. Tehát a 457-ből a 243-at hogyan tudjuk írásbeli módon kivonni. Az első és nagyon fontos feladat az, hogy átírjuk egymás alá a számokat. Mindig ügyeljetek arra, hogy a százasok mindig a százasok alatt, a tízesek mindig a tízesek alatt, az egyesek pedig mindig az egyesek alatt legyenek, mert megesik, hogy elcsúsznak ezek a számok, nem pont egymás alatt vannak, és akkor nagyon rossz eredményt is kaphatunk, tehát nem lesz jó a számolás, ezért erre mindig ügyeljetek. Itt segítséget nyújthatnak nektek a füzet négyzethálói, tehát hogyha egy négyzetbe egy számot írtok, és az alá pontosan a másik számot, akkor nem lehet probléma. Ezt a feladatot úgy számoljuk ki, hogy mindig az egyesektől indulunk, tehát hátulról, és a 7-ből, ha kivonjuk a 3-at, akkor megkapjuk, hogy az 4. Arra is ügyeljetek, hogy ezt is ide pontosan aláírjátok. Ezután áttérünk a tízesekre, tehát az 5-ből kivonjuk a 4-et, megkapjuk, hogy az 1. 4-ből pedig kivonjuk a 2-t a százasoknál, és megkapjuk, hogy az 2. A következő feladat, amit ki fogunk számolni, az 457 minusz 249. Itt is ugyanúgy igyekezzetek egymás alá írni a számokat, tehát százasokat a százasok alá, tízeseket a tízesek alá, egyeseket az egyesek alá, és akkor indulunk az egyesektől. Itt rögtön problémába ütközünk, hiszen ha megnézitek jól a számokat, észrevehetitek, hogy a 7-ből a 9-et nem tudjuk kivonni. Ilyenkor segít nekünk ez a tízes itt. A tízes kölcsön ad nekünk egy tízest az egyesekhez, tudjuk azt, hogy egy tízes az 10 egyes, és akkor itt a 7-es helyén nem 7-es lesz, hanem 17. És a 17-ből könnyen ki tudjuk vonni a 9-et, az 8. Mivel ez az 5-ös az előbb, tehát a 10-es, kölcsön adott nekünk egy 10-est, ezért ott már nem 5 lesz, hanem csak 4 maradt. Láthatjátok, hogy itt van ez az egy 10-es, amit kölcsön adott. És akkor a 4-ből vonjuk ki a 4-et, az 0. És a 4 mínusz 2, az 2. Nézzünk még egy feladatot. A 457-ből fogjuk a 269-et kivonni. Itt is ugyanúgy írjuk át egymás alá, és kezdjük az egyesektől. Tehát ugyanaz a helyzet, mint az előző példánál, 7-ből nem tudunk kivonni 9-et, ezért a 10-es kölcsön ad egy 10-est, tehát 10 egyest, így lesz ebből a 7-ből 17, 17 mínusz 9, az 8. Ez az 5-ös, tehát a tízesek helyén lévő szám, kölcsön adott ide egy egyest, azt ne felejtsük el, tehát belőle már csak 4 lesz. 4-ből a 6-ot azonban még mindig nem tudjuk kivonni, ezért van arra szükség, hogy a százas is kölcsön adjon egy százast, tehát 10 tízest, amit fogunk ideírni, így lesz ebből 14, 14 mínusz 6, az pedig 8. A 4-es kölcsön adott az előbb egyet, itt láthatjátok, tehát azt se felejtsük el, hogy itt csak 3 maradt, 3 mínusz 2, az 1. És így tudunk írásban számolni. Hogyha majd negyedikesek lesztek, akkor meglátjátok, hogy ezzel a módszerrel nagyon-nagyon hosszú számokat, nagyon nagy számokat is könnyedén ki tudtok majd számolni, ezért fontos, hogy ezt most jól begyakoroljátok. Írjuk is föl a füzetbe azt, hogy gyakorlás, és írjátok át az első feladatot, amit most együtt fogunk kiszámolni, tehát 848 minusz 576. A 8-ból a 6-ot, ha kivonjuk, megkapjuk, hogy az 2. 4-ből a 7-et nem tudunk kivonni, ezért a 100-as, tehát az a 8, kölcsön ad 1-et, és így lesz a 4-ből 14, 14 mínusz 7, az 7. A 8-as kölcsön adott az előbb 1-et, tehát ott már csak 7 marad, 7 mínusz 5, az 2, és így kapjuk meg, hogy az 272. A következő feladat a 613 minusz 385. 3-ból az 5-öt nem tudjuk kivonni,
így innen kölcsönveszünk egyet, így lesz ebből a számból 13, 13 mínusz 5, az 8. Itt az előbb kölcsön adott ez az egyes egyet, tehát már csak nulla maradt belőle, de mivel a nullából nem tudunk 8-at kivonni, ezért a 6-os kölcsön ad ide egyet, és így lesz ebből a számból 10, 10 mínusz 8, az 2. És a 6-os az előbb kölcsön adott egy számot, tehát akkor a 6-ból már csak 5 marad, 5 mínusz 3, az pedig 2. És az utolsó feladata 707 mínusz 188. A 7-ből a 8-at nem tudjuk kivonni, ezért innen kölcsönveszünk egyet, így lesz ebből a számból itt 17, 17 mínusz 8, az 9. De most mi történik, ha ez a nulla kölcsön adott már egy egyest, és a nullából ugye nem tudjuk azt az egyet elvenni, hogy fölírjuk a megfelelő számot. Ilyenkor rögtön a százasoktól kölcsön kérünk egyet, így lesz ebből a számból itt 10, és akkor vonjuk le ezt az egyet, amit itt kölcsön adott, és így lesz abból a számból, a nullából tehát 9. 9 mínusz 8, az 1. A 7-es az előbb kölcsön adott egyet, így a 7-esből már csak 6 maradt, 6 mínusz 1, az 5. Nézzünk egy szöveges feladatot. Így szól a szöveg, Peti gondolt két számra. Az egyik szám a legnagyobb háromjegyű szám. Az egyik szám az a legnagyobb háromjegyű szám, amelyben a számjegyek nem ismétlődnek, a másik pedig az a háromjegyű szám, amelyben csak a legkisebb páros szám szerepel. Először csináljuk meg az A kérdést, ami úgy szól, hogy melyik két számra gondolt Peti. Tehát az egyik szám, amelyikre gondolt, az a legnagyobb háromjegyű szám, amelyben a számjegyek nem ismétlődnek. A legnagyobb háromjegyű szám, ugye mindannyian tudjuk, hogy a 999, de ebbe ugye csak 9-esek vannak, tehát ismétlődnek benne a számok. Az a kérdés, hogy melyik az a szám, amelyikben nem ismétlődnek a számok, melyik az a legnagyobb háromjegyű, így lesz az a 987. Ezt rögtön ide fölírjuk, hogy ne felejtsük el, hogy már rájöttünk, hogy melyik az a szám. A következő kérdés pedig az, hogy melyik az a háromjegyű szám, amelyben csak a legkisebb páros szám szerepel. A legkisebb páros szám az ugye a 2, és hogy háromjegyű legyen belőle, így kapjuk meg azt, hogy az a 222. A B résznél az a kérdés, hogy Peti az első számból kivonta a másodikat, és 655-öt kapott, jól számolt-e Peti? Azt, hogy jól számolt-e, azt úgy tudjuk legkönnyebben leellenőrizni, hogyha mi is kiszámoljuk. Tehát az első számból kivonta a másodikat, kiszámolta és 655-öt kapott. Na, számoljuk együtt. 7 mínusz 2 az 5, 8 mínusz 2 az 6, 9 mínusz 2 az pedig 7. Tehát megkaptuk, hogy a jó eredmény a 765, mivel Peti 665-öt kapott, ezért a válasz az, hogy nem jól számolt. A következő feladat így szól. Balról láthatod, hogy mennyi pénze van Petrának, tehát ott a sarokban. Az első A része a feladatnak, mennyi pénze marad, ha vesz egy könyvet és egy ceruzát. Itt lent pedig láthatjátok, hogy mennyibe kerül a könyv és mennyibe kerül a ceruza. Ahhoz, hogy el tudjunk indulni, először azt ajánlom, számoljuk ki, hogy mennyi pénze van Petrának. Azt úgy számoljuk ki, hogy ugye az 500 dinárt, a 100 dinárt, a 100 dinárt, az 50 dinárt és a 10 dinárt összeadjuk, és megkapjuk, hogy 760 dinárja van. Ebből a 760 dinárból kell kifizetnie a könyvet és a ceruzát. Hogy megtudjuk, hogy mennyi pénze maradt, azt úgy számolhatjuk ki, hogy az összes pénzéből kivonjuk a könyvnek és a ceruzának az árát. Tehát a 760-ból kivonjuk az 574 plusz 15-öt. A 760 ugye a zárójelen kívül van, ezért azt csak átírjuk, majd az 574 plusz 15, megkapjuk, hogy az 589, és akkor most kell kivonnunk. Írjuk ezt át így egymás alá, és számoljuk ki együtt, hogy mennyi lesz. Tehát 760 minusz 589. A nullából a 9-et ugye nem tudjuk kivonni, ezért a 6-os kölcsön ad 1-et, és így lesz ebből 10, 10 mínusz 9, az 1. A 6-os az előbb kölcsön adott, tehát ott már csak 5 maradt, de 5-ből a 8-at nem tudjuk kivonni, ezért most a 100-as is kölcsön ad 1 százast,
így lesz abból 15, 15 mínusz 8, az pedig 7. És a 7-es az előbb kölcsön adott egy 100-as, tehát ott már csak 6 maradt, 6 mínusz 5, az pedig 1. Megkaptuk, hogy a válasz az, hogy Petrának 171 dinárja maradt. A B kérdés pedig az, hogy mennyi pénzt kell még összegyűjtenie Petrának, ha inkább ezt a szép saktáblát szeretné megvenni. Tehát azt már az előbb kiszámoltuk, hogy Petrának 760 dinárja van, de a saktábla 948 dinárba kerül, ezért még gyűjtenie kell. Kiszámoljuk együtt, hogy mennyit. Tehát ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy a 948-ból kivonjuk a 760-at. Írjuk ezt is egymás alá le, hogy könnyebb legyen a számolás. 8 mínusz 0 az 8, 4-ből a 6-ot nem tudjuk kivonni, így a százasokból kölcsön veszünk egyet, így lesz abból a számból 14, 14 mínusz 6 az 8, a 9-es az előbb kölcsön adott egyet, így abból már csak 8 maradt, 8 mínusz 7 az pedig 1. Megkaptuk a választ, hogy Petrának még 188 dinárt kell összegyűjtenie ahhoz, hogy megvehesse ezt a saktáblát. A következő is egy szöveges feladat, amelynek a szövege így szól. Laura 2 hete olvassa a Harry Potter első részét, ami összesen 287 oldalas. Az A feladatnál a kérdés, hány oldalt kell még elolvasnia, hogy a könyv végére érjen, ha most a 198. oldalon tart. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hány oldalt kell még elolvasnia, az összes oldalszámból ki kell vonnunk azt az oldalt, ahol most éppen tart, azt pedig így számoljuk ki, hogy 287 mínusz 198. 7-ből a 8-at ugye nem tudjuk kivonni, ezért a 10-esekből, tehát a 8-ból kölcsön veszünk egyet, így lesz a 7 helyett 17, 17 mínusz 8, az 9. A 8-ból kölcsön vettünk egyet, tehát ott már csak 7 marad, de 7-ből a 9-et nem tudjuk kivonni, ezért a 100-asból is kölcsön veszünk egyet, tehát így lesz a 8-as helyett 17, 17 mínusz 9, az 8. És a 2 100-asból elvettünk az előbb egyet, tehát ott már csak 1 marad. 1 mínusz 1 az 0, de ugye a nullát a szám elejére soha nem írjuk le, tehát kiszámoltuk, hogy 89 az eredmény, a válasz pedig az, hogy 89 oldalt kell még elolvasnia. A B kérdés, hány oldallal hosszabb a második rész az elsőnél, ha az összesen 368 oldalas? Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy ugye a rövidebb könyv oldalszámait kivonjuk a hosszabb könyv oldalszámaiból. Tehát 368 mínusz 287. 8 mínusz 7 az 1, 6 mínusz 8 azt nem tudjuk kiszámolni, így innen kölcsön veszünk egyet, tehát ebből a számból lesz 16, 16 mínusz 8 az 8. A 3-asból az előbb kölcsön vettünk egyet, így ott már csak 2 marad, 2 mínusz 2 az 0, azt ugye a szám elejére nem írjuk le, tehát megkaptuk, hogy a válasz 81, a második rész tehát 81 oldallal hosszabb, mint az első. Elérkeztünk a házi feladathoz, amely egy érdekes feladat, remélem nektek is tetszeni fog, így szól a szövege. Ez itt Anita ellenőrzője. Képzeld el, hogy te vagy a tanítónéni, vagy a tanítóbácsi, és ellenőrizd a feladatokat. A hibátlan feladatokhoz tegyél pipát, a hibásoknál pedig pirossal keretezd be, hogy hol hibázott Anita, és a végén írd át a feladatot kijavítva. Tehát itt láthatjátok az ellenőrzőt, óvatosan és figyelmesen számoljátok át újból, hogy ki tudjátok javítani a hibákat, ahol nem találtok hibát, azt a feladatot pipázzátok ki, ahol pedig hibát találtok, ott, ahol éppen hibázott Anita, azt keretezzétek be, és ezután számoljátok ki azokat a feladatokat, amik hibásak a füzetbe. Köszönöm, hogy rám figyeltetek, remélem, hogy érthető volt a háromjegyű számok kivonása háromjegyűből írásbeli módon. Ahhoz, hogy ez jól menjen és gyorsan menjen, sokat kell gyakorolnotok, de hiszem azt, hogy mindenki meg fogja tanulni ezt a módszert. További szép napot kívánok nektek!